Az elmúlt években a Krímfélsziget az orosz-ukrán háború és konfliktus tükrében mondjuk úgy, hogy reflektorfénybe került, legalábbis ugye földrajzi geostratégiai dimenzióban mindenféleképpen, ugyanakkor van egy fontos szál, amelyet nem feltétlenül emeltek ki, de ez teljesen természetes, érthető, hogy nem, ez pedig nem más, mint a helyi nyelvi, kulturális és vallási csoport, ez pedig a krími tatárok, akik mit ad is nem muszlimok, és ez nagyon érdekes, őnekik a helyzetük, a szerepük, gyakorlatilag Nagy Katalintól, 18. század végétől kezdve egészen Sztálinon keresztül Putyinig, és hát erről azért érdemes talán külön is kitérni, hiszen a krími muszlimok, a krími tatárok gyakorlatilag Európa őslakos muszlimjai közé sorolhatók. Na már most ebben a kis videóban, tehát meg fogjuk nézni Oroszország, a Krímfélsziget és a helyi muszlimok, illetve nyilván ennek ukrán vonatkozású aspektusait, és végsősoron el fogunk oda jutni, hogy a 2014-es referendum vonatkozó aspektusait egy picit érintjük, illetve napjainkat is, hogy vajon ezek a krími tatárok ugyan nincsenek majd nagy lélekszámba, de kiknek az oldalán állnak, kiknek az oldalán léptek be a háborúba, ha fogalmazhatunk így. Kezdjük! Gyakorlatilag a Krímfélszigeten, illetve Ukrajnának a déli területein megjelenő muszlimok nem a krími tatárok voltak, nem azok a krími tatárok, akik a 15. században a kánságot, a krími kánságot megalapították, hanem gyakorlatilag Törökország, a mai Törökország északi részéről mentek át a Fekete-tengeren keresztül misszionáriusok, illetve muszlim kereskedők, tehát már ott a 13. 4. század környékén megjelentek a muszlimok, ugyan kis létszámban és nem szervezetten. Na most egy picit nagyot ugrunk, és menjünk egy kicsit keletebbre, ott van a mongol birodalom, a félelmetes mongol birodalom, amelynek ugye az egyik közigazgatási, meg jogfolytonossági ágát ő képviseli az Arany Horda, ugye Batuká, meg a többiek, tudjuk ezeket tökéletesen, és annyi a lényeg, hogy amikor az Arany Hordának a fénylő csillaga, vagy bocsánat, félholdja, ugye, ő lehanyatlott, akkor ezeken a hamukon nagyon sok is állam kezdeményezések kezdtek el hát gyakorlatilag gyökeret ereszteni, és ezek között volt a 15. században a krími kánság, mint olyan, amely megközelítőleg a 15. századtól a 18. század végéig. A krími tatárokról egyébként érdemes elmondani, hogy ugye ez nyilván egy ilyen török etnikum, török nyelvcsaládba tartoznak, azon belül a kipcsak ághoz, és ez azért érdekes egyébként a Magyarországra betelepedő, pontosabban bemenekülő egyébként pont a mongoloktól kunok is a kipcsak nyelvcsaládba tartoznak. Nem akarok semmilyen mesterséges nyelvi kötődés keresni a két fél között, ezt csak érdekességként mondtam el, vagy említettem meg. Nagy Katalinhoz elérkezünk, vagy második Katalinhoz, aki ugye megkezdte Törökországgal is ugye egy kicsit olyan konfliktust, szépen ugye az orosz-török konfliktus ugye egy picit elkezdett kialakulni, illetve elmélyülni, majd a következő században nyilván a krími háború vonatkozásában még jobban folytatódott. De ez a Nagy Katalin miért fontos a mi szempontunkból? Azért, mert 1783-ban a Krímfélszigetet elfoglalja, és az orosz birodalomhoz fogja annektálni, fogja csatolni, és ez azt jelenti, hogy a krími kánságnak a története innentől kezdve, hát mondjuk úgy, hogy lehúzták a rolót, véget ért, és a krími tatároknak az első exodusza, az első kivándorlás a Krímfélszigetről, ehhez az időponthoz kötődik, tehát 18. század vége. Ezzel párhuzamosan pedig nyilván ugye az orosz hatalom szépen elkezdi a terület oroszosítását, orosz közigazgatás, orosz etnikum betelepítése, stb. Stb. Tehát az etnikai felépítés vagy konstrukció így kezd egyre kicsit átalakulni, amely szépen folytatódik a továbbiakba. A következő században ugye említettem, hogy a 19. század közepénél vagyunk, van a krími háború, amely csak a neve alapján mondjuk úgy, hogy a krím köré szerveződik funkcionalitás szempontjából, de ez inkább a közel-keleten dőlnek el ott fontos kérdések ebben a háborúban, tehát közel-keleti kimenetele van a háborúnak, és itt azért bizony ugye angolok, a franciák, törökök, oroszok, tehát egy kis korabeli európai mini
háború, vagy világháború, európai világháború csika alakul ki, és itt az oroszok baromi nagy pofont kapnak, rájönnek arra, hogy bizony itt fejleszteni kell a hadsereget, modernizálni kell a közigazgatás, az egész adminisztrációs rendszert új alapokra kell helyezni, meg kell reformálni, mert ebből bizony baj lesz. És hát ugye az, ha ugrok még egy évszázadot, és ott vagyok 1917 végén, egy nagy októberi szocialista forradalom, a bolsevik hatalomátvétel, stb. Tökéletesen láthatjuk azt, hogy Oroszországnak, ugye a cári Oroszországnak, itt a Romanov dinasztia, ugye szerencsétleneknek is mi lesz a sorsa, ki lesz keményen végezve a bolsevikok által. Tehát az Oroszországnak ugye ki kell lépni a háborúból, gazdaságilag összeomlik, politikailag, belső forrongások, ugye fehérek, a vörösök, nem etnikailag, politikailag közötti konfliktus ugye egyre inkább elharapódzik, és a Krím félszigeten lévő tatár muszlimok, akik még ott maradtak, akkor úgy gondolták, hogy meg kell próbálni megszervezni a saját közigazgatásunkat, és egy ilyen krími demokratikus köztársaságot létrehoznak. Ez azért nagyon, nagyon pici, tényleg egy hónapig, ha működik, a bolsevikok után szétverik, és jön a bolsevik terror, de miért fontos egy? Ez egy ténylegesen demokratikus keretrendszerben próbáltak gondolkozni, ekkor lesz hivatalos, oficiális a himnuszok, ugye, a tatár himnusz, a krími tatár himnusz, és ugye a zászló is, ugye, ami kék alapon van, és a kék alapon rajta van ugye a kánoknak a pecsétje, így is nyilván egyfajta identitásbeli jogfolytonosság, ugye, a krími kánságból levezetve vallják magukénak a krími tatárok napjainkig is, amikor ugye ez a zászló van náluk. De mondom, ez nem lesz egy hosszú életű, hiszen a bolsevikok megszerzik a hatalmat, és a bolsevikok valami borzasztó kemény diktatúrát, terrort vezetnek be, és egy újabb kivándorlás kezdődik meg a krími tatárok részéről. De hát utána jön Sztálin. Ugye Sztálin egy külön történet gyakorlatilag a krími tatárok életében, meg hát nyilván a világtörténet életében is. A sztálini represszió, terror, etnikai tisztogatások, vallásellenesség a 20-as évek végétől a 30-as éveken keresztül egészen 1937 ott lesz egy határ. Majd elmondom, hogy miért meg a második világháborúban. Tehát Sztálinnál egy olyan mértékű kegyetlenkedések indulnak meg, ugye ekkor van a holodomor, ugye az ukrán holokauszt, ahol 2,5-3 kötőjel 7 millió ukrán halálát idézi azzal elő Sztálin, hogy gyakorlatilag mesesért körülmények között kiéhezheti őket. Ezt úgy képzeld el, hogy lezárja a település, városhatárokat, se ki, se be. És ezzel nyilván meg fognak halni az emberek, utánpótlás nem lesz, ugye élelem, gyógyszer, semmiben, és ez egy tudatos etnikai tisztogatás, és ez az egyik ok, amiért ugye az ukránok gyakorlatilag, ez az egyik fő ok, amiért az ukránok gyűlölik, és gyűlölni is fogják az oroszokat zsigerből. Ez olyan, mint a lengyeleknél a Katini mészállás a második világháború idején, amikor lengyel katonákat és tiszteket ugye egy erdőben a szovjetek, hát ugye finom a szóval átküldtek a más világra. Na már most a krími tatárok hogy jönnek képbe, és Sztálinnak a vallástalanítása, mármint mint politika, az hogy mint jelenik meg, ennek milyen magyar szála van, egy apró kis megjegyzések erejéig, ezeket mindjárt el fogom mondani.